Kárték szerez labdát, meg is tartja. Tatai nagyon ügyesen átlépte! Tóna gólszerző! Hölgyeim és uraim, Everton Felipe találatával megszerezte a vezetést a veszprém. Bencsik szerez. Barta szerez labdát. Rácz találatával most ebben a pillanatban kiegyenlít a Debrecen. Megfordította a mérkőzést a Debrecen. Ton szerez labdát. Ton! Ton! Gól! Hölgyeim és uraim, Everton Felipe találatával egyenlít a Veszprém. Veretlenek vagyunk az idei bajnokságban, még akkor elégedettek vagyunk. Az első fél idő miatt vagyok nagyon bosszus, mert az elmúlt 6 mérkőzésen nem produkáltunk ilyen rossz első fél időt, mint a mai mérkőzésen, és ez rányomta a bélyegét az egész mérkőzésünkre. Hiába mentünk és hajtottunk, ezért nem tudtuk itthon tartani a 3 pontot, mert az első fél időt az szinte az összes játékosom átaludta, és nem tudom, hogy merre jártak. De én úgy gondolom, hogy a kilátogató szurkolók jól szórakoztak. A második fél időért viszont gratulálok a játékosaimnak, mert szinte az egész mérkőzésen a kapujához szegezték a Deacot. 4-szer nem tudtuk berúgni a labdát a gólvonalról, amikor meg éppen bement volna, akkor mi voltunk azok, akik hárítottunk. De gratulálni kell a csapatnak, ha az összképet nézzük, mert 6 mérkőzésből 16 pontja van. Senki nem gondolta volna, hogy ez a fiatal Veszprém itt fog állni. Megyünk tovább és dolgozunk azért, hogy a következő mérkőzést meg tudjuk majd nyerni. Én úgy gondolom, hogy a mérkőzés vége alakult, maximálisan elégedettnek kell lennünk az 1 ponttal. Előtte lehetett volna nagyobb előnyt kicsikarni, de ugye a sérülések miatt nagyon kevesen 6 mezőnyjátékos játszotta végig a mérkőzést. Ilyen még nem volt a pályafutásomban, nagyon-nagyon nehéz volt, és ugye ez látszott a játékosokon is. Főleg itt a végén, itt az utolsó 5 percben gyakorlatilag már lépni nem bírtak. Olyan hibákat vétettek, amiket az én gondolatom szerint egy normális forgatással sose vétettek volna, de itt jött a hősiesség, főleg Krajcsi részéről, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez az 1 pont, amit megszereztünk, ez megérdemelt, ez egy abszolút X-es meccs volt, és nagyon büszke vagyok a játékosokra.